üdvözletem. Új vendéget köszönhetünk, Kéri László, politológus. Jó estét kívánok. És hát az alapcsapat, Csintalan Sándor. Jó estét magyarok. Konok Péter. Jó estét. Börzse Sándor. Jó estét, csak kábel problémáim vannak, elnézést. Hú, ez nagyon bizarrú hangzott egyébként, Borsodban ez egész más jelent. És jó magam, Dévényi István, és ha már itt van Kéri László, akkor kezdjünk egy kis Kéri Lászlóval. Hogy azt mondja, először látok komoly esélyt, hogy meg lehet verni a Fideszt. Ezt már nem én mondom, ugye, hanem ön mondta méghozzá az ATV-ben. És hadd foglaljam össze a nézőinek, akik ezt nem látták. Elnézést, nagyon le lesz egyszerűsítve a dolog. Azt mondja, hogy ha az ellenzék az EP választást már elengedte, csak nem mondják ki, mert hogy már az őszi önkormányzati voksolásra készülnek, ahol 2010 óta először mutatkozik arra esély, hogy megverjék a Fideszt. És viszont találtam egy mondatot, ami azóta se hagy nyugodni. Mi szerint az EP kampányban egyedül a Momentum tud jól kommunikálni, mert ők mondhatják, hogy mindenki a francba, mivel mindent elrontottak a múltban, jöjjenek a fiatalabbak. Hát most ez a DK-s összefogással ez sikerült. Igen, ez azon a héten éppen ez volt, hogy még van valami hány hét, valami 7-8 hét, lehet, hogy ahányszor szóba hoznánk, mindig annyiféle változattal lehetne erre reagálni, de gondolom az elejére kéne inkább, hogy miért gondoltam azt, hogy van esély megverni a Fideszt. Hát beszéljünk erről. Ja. Ez elég röviden elintézhető, mert ez részben következik a tavalyi áprilisi eredményekből. Budapesten akkor is 12-6-ra győzött az ellenzék, hogyha az LMP nem sunyít, akkor mind a 18 választókörzetet meg lehetett volna már akkor is szerezni. Most nagy szégyen lenne, hogyha a 23 kerületből mondjuk 14-et, 15-et nem nyerne meg az ellenzék, és azért alakul is, tehát azért majdnem minden nap valahol összeáll 3-4-5 párt, és a 23 megyei jogú városból pedig, ha valaki megnézi a tavalyi eredményeket, akkor több mint a felében így is 40% alatti Fidesz győzelem született azokban a körzetekben. Tehát ott már tavaly is az volt a helyzet, hogyha összefogtak volna ketten-hárman, már megszerezték volna. Most azt látom, hogy 14 városban, ezek közül a jelentős városok közül úgy szólt, hogy kötelező az ellenzéknek nyerni, és hát látja, Pécset összeállt valamelyes, Szeged összeállt, Egerben, Székesfehérváron, ami azért meglepő. Tehát, amit mondasz, ez önkormányzati... Igen, igen. Ez önkormányzati. Igen, igen. Hát igen, azt mondom. Nincs összefogás. De én ugye folyamatot látok, eddig csak vesztett az ellenzék 2010 óta a jó részt a saját hibájából, de most itt csak megtanulják ezt a választási rendszert, és megértik azt, amit szerintem 2011-ben, mikor elolvasták a törvényt, mint mindenki tudhatott, hogy ebben a rendszerben Fidesz megverni csak úgy lehet, hogy ő a Fidesz-szel szemben jelölt, ő és nem más. Nem, hogy még 4, meg 5, meg 6, meg 8, meg sárga, fekete, kék, hanem itt a Fidesz, itt van a Fidesz-szel szemben is, és akkor ez következik egyébként nagyon sok mindenből, de most már végre úgy látom, hogy megértették, és szerintem van esély, és hogyha a nagyvárosokban, meg még azért sok más helyen is le lehetne győzni a Fideszt, akkor azért az megváltoztatná a belpolitikai hangulatát részben azoknak is, akik eddig hiába szavaztak a Fidesz ellen, részben meg lenne olyan minimális ilyen infrastrukturális bázis az ellenzéki tevékenységhez, ami most nincsen. Egyszerűen nincs. Azért két pont, hogy mindenkinek eszébe juttatom a Márki-Zay féle hódmezővásárhelyi eufóriát, amikor ugye a nagy választás előtt azt hittük, hogy na ez most aztán olyan precedens, hogy ebbe aztán az egész ország ezután a hajó után megy majd. Aztán láttuk, hogy nem így lett. Igazad van, nem is mentek a pártok akkor utána, el is halt ez két hét után, de azért épp a Márki-Zay meg a mozgalma az egyik szervező erő a mögött, hogy pont az ő modelljüket használják, hogy minden ellene van, és mégis egy éve azért áll. Ott van, áll, és jó szervezi, és hát arra is jó ez a példa, amit mondta, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézni majd azoknak a leendő önkormányzati fészkeknek, ahol ellenzéki vezetők igen lesznek. Például arra is jó ez a tanúság, teljesen igazán van. Az a gond ezzel az összefogás történettel, hogy ezt már egy csomószor hallottuk, ugye az elmúlt lassan 10 évben, és így sose jött be, több oknál fogva nem jött be. Egyrészt azért, mert ezek így nem nagyon tudnak összefogni, csak elosztják egymás között a koncot, és mindenki számára világos, hogy mi történik. Másrészt meg azért nézzük már meg, hogy ez most az önkormányzati választás. Önkormányzati választás, borulj akkor lesz, azért annyit, borulj ellentétben az országos, meg az országgyűlési választásokkal, talán valami helyi dolgot illenék mondani. Tehát amikor most különféle pártok így kiosztják már egymás között a budapesti kerületeket, a különféle városokat és falvakat, az összes körzetet, és azt látjuk, hogy eddig szinte
senki nem helyi, senki nem szakpolitikus, senki nem olyan, aki egyébként bármiféle helyi problémával foglalkozna, hanem hát továbbra is. Budapest. Most alapvetően mondom, továbbra is. Hát Nieder Müller Péter például eléggé vicces jelöl, tehát így nem kell ezt itt, a DK teljesen egyértelmű, az összes több is. Egyetlen ember volt itt, aki valamit megpróbált mondani, és akinek volt valami víziója, az a Puzsér volt, csak aztán őt is felzabálta, most már úgy tűnik ez az egész politikai osztozkodás. Én nem hiszem, hogy ez ilyen matematikai játék, hogy összeadjuk az ellenzéki szavazókat, kijön egy szám, az több, mint a Fideszre szavazók, és akkor majd ezek győznek. Hát ki a franc fog ezt az összefogás mantrát, ez egy olyan dolog, amit egy önszuggesztióval a politikai elit elhitett magával. Biztos van olyan, aki ezt elvárja tőlük a választók között, és én úgy gondolom, hogy a választóknak azért sokkal több érték komplexük van és érték elképzelésük van a politikával kapcsolatban, mint azoknak, akik ezzel a politikával foglalkoznak és ebből élnek. Ebben neked fél igazad van, csak ez így, ahogy van, ahogy elmondtad, akkor is egy ilyen elég összetett igazságnak az egyik fele. Ha hajlandó vagy folyamatnak tekinteni az egészet, akkor azt láthatod, hogy 2010-től 2019-ig el se jutottak odáig, hogy a Dumán túl tényleg összefogjanak. Tavaly a tüntetések már összeterelték őket, és képesek voltak 2-3 hétig úgy föllépni együtt, hogy mögéjük is jött öreg, fiatal, szakszervezeti és spontán arra járó mindenféle, és azért most, hogyha figyelted, az elmúlt hetekben tényleg sorra, városról városra képesek összeállni, most ezt mondják, hogy aztán ősszel az lesz, amit te mondasz, hogy nem lesz ebből semmi. Én meg azt gondolom, hogy van még majdnem fél évig, hogy megtalálják azt a mondandót, ami Fehérvárra érvényes, ami Erzsébetre érvényes, ami... Na de eddig hol volt ez a mondandó? Eddig nem tanulták meg. Hát miért zárod ki a tanulási lehetőséget? Persze, mindenki tanul, egyébként én a tüntetések dinamikáját is fordítva látom, szerintem pont azt tette tönkre a tüntetéseket, hogy az éjjelre odaálltak a pártzászlókkal a pártemberek, és lassan elfogytak meg ülük a tömegek. Dehogy van vége. Egyébként pedig valahol minden... De neked véged van, meg nekem is. Na szóval, azt akartam mondani, hogy tudod a... Ijesztő volt. De nem arra gondoltam. Szerintem mindenki érti, hogy mire gondoltam. Na azt akartam mondani, hogy azért először is akkor azt azért vegyük elő, hogy annak idején, amikor az Orbán rájött erre a centrális erőtérre, az is egyébként egy számítás volt. Ugye akkor tényleg kiszámította, és nehéz fölfogni sajnos, meg szégyellem is bevallani. Én is magyaráztam mindenféleképpen, pedig az csak egyetlen egy dolgot jelentett, hogy legyen baloldal, meg legyen jobboldal, itt vagyunk, így középen mindenkit behozunk a spájcba, és akkor ezek majd eszik egymást. Most az, hogy egyébként egy ilyen ellenzéki politikai elittel vált meg minket a jóisten, meg hát azért persze ebben egy csomó politikai kérdés is van, mert nem olyan egyszerű ez a világ. Az Orbán egyszerű helyzetben van, mert egyszerű magyarázatot tudott előrángatni, az idegengyűlöletet, a migrációt, a populizmust, hát a kereszténységet, ugye? Jelszó szerint, mint áruvédjegyet, ez összetömörített egy választói közösséget. A másik oldalon is, és ez az, amit a Laci mondott, szóval azért, aki annak idején elolvasta azt a rohadt választási törvényt, az tudta, azonnal tudnia kell az volna mindenkinek, hogy ez egy kétpólusú választási rendszerre van felépítve, két nagy tömbre. Na most, hogy persze ideológiailag mérhetetlen távolságok voltak, meg vannak, ugye Jobbiktól vittulabb én a Momentumig, mondjuk például, az egy dolog, ezt ki kell forni a magyar társadalomnak. Ez az egyik dolog, a másik pedig azért itt érzékelhető a tanulási folyamat. Én is kikba leszek, hogy ki az Isten nyilára szavazzak most konkrétan ezek közül az emberek közül, vagy ezek közül a pártok közül. De azért terelődik egyrészt a társadalmi nyomás, ezek a tüntetések nem voltak fölöslegesek, nincs is végük, lesznek még tüntetések. Azon kívül, Péter, ne haragudj, te honnan tudod azt, ez mondjuk egy undorító érv, hogy most Székesfehérváron egyébként a helyi összeállóknak nincsen programja. Vagy hogy eddig mit mondta? Eddig semmit nem mondta. A Székesfehérváron semmit nem mondanak. A Szombathelyen sem mondtak semmit. Senki nem mond semmit arról, hogy mi. A mindenki, azt mondja, le az Orbán. Ki áprilisban neki elmondani, amikor ha most lenne, elmondaná, senki nem emlékezne május végén már rá. Arra emlékeznének, mert ezt minden nap hallja, láttam már, hogy jöttem így gyalog, hogy meg kell védeni a migránsoktól az országot, hogyha ilyen szinten sugal
megszólalnák, akkor talán lenne egy ilyen ellenprogram, de nem lesz lehetőségük rá. Majd elmondják, hogy mit akarnak ebben a városban, ebben a kerületben, mondjuk szeptemberben, arra látok esélyt, hogy arra még október végén emlékezzenek az emberek. Azért szerintem egy kicsit lenézése a választóknak. Picit túlbecsülitek a program jelentőségét egyébként. Aki benne volt politikai pártban, nagyon jól tudja, hogy nem olyan nagy hívó szó ám a program. Tehát sajnos a magyar az önkormányzatinál az igen, az önkormányzat, én inkább azt mondom, hogy jobban, de egyébként van, Péter, amit mondtál, pillanatsanyi, amit mondtál, a végével egyetértek, csak az út, az volt a vége, hogy nem lesz összefogás, tehát nem tudnak összeállni, csak ahogy eljutsz oda, abban szerintem semmi igazság nincsen. Iszonyú nagy ideológiai bukfencekkel kell megküzdeni azoknak, akik belül vannak egy pártban, és ugye aki még 3 éve azt mondta, hogy elképzelhetetlen, hogy összeálljak egy MSZP-ssel. Én magam is el nem tudtam képzelni, hogy Varaha Kéri László mondjuk 10 évvel ezelőtt egymás mellett ülünk, és még egy csomó mindenben egyet is értünk. Az átlagválasztó... Egymás mellett, és úgy csináltunk, mintha nem emlékszel, a Virág Judit galériára. Nem akartam megtörni ezt az ismeretlenséget, mondom, jogod van keresztül nézni. De az átlag választóban ez benne maradt. Én abban reménykedem, hogy én egy jó úton járok, hogy ezt megszüntettem magamat, az átlag választóban benne maradt. És az átlag politikus is azt mondja, meg a különösen a kis helyi ügyekben azt mondja, hogy össze kéne, hogy álljunk, hogy megbuktassuk Orbán Viktor, csak el fogjuk veszíteni a tagság felét. Figyelj ide! És akkor mi van, elvesztik a tagság felét, és egy cserébe megnyerik a választást. Amúgy amúgy egyébként is tagság, tehát azt azért nem ártana tudni. Mondjuk nagyjából Bécsvár... Hát együttes tagság a választókhoz képes mennyi. Én egy másikat mondok. Ugye Bécsvárosban a szociáldemokrata szervezetnek több a lét, és hát kb. 3-szor annyian vannak, mint összes magyarországi párt. Azt akartam kinyögni. Nem igaz, hogy nincs jelentősége a programnak, mert ha van program, akkor azért mondjuk adott esetben egy párt arcai nagyjából, hogy is mondjam, koherens világképpel, vagy szöveggel, vagy üzenettel, vagy mondani valóval tudnak kiállni. Én nem akarok ilyen rahat kommunista előzményeket idehozni, de mondjuk 94 nekünk egy csomó mindent azért hozott, mert mondjuk tényleg akár hiszitek, akár nem, jó néhány olyan tárca volt, aminek a normaszabályok szintjei megvoltak az előterjesztései, és mondjuk a Békessy László pont ugyanazt tudta mondani, mondjuk a munkatörvénykönyvével kapcsolatban, mint amit nagyjából a magam dilettáns módján én el tudtam mondani arra, hogy mi lesz a lóvéval. Ez az egyik dolog, a másik pedig tényleg türelem kell ehhez. Azok ilyen egyszerű emberi összefüggések is vannak. Ha egy kihívó kell, hölgyeim és uraim, nehéz dilemmával kell megküzdeni. Mindenki elnök akar lenni. A magyar szakszereti mozgalmat nagyrészt azzal sikerült szétvenni. Dehogy nem. Hát dehogy nem. Én pont az ellenkezőjét látom. Hát kutya szart, azért, mert anarchista vagy. Nem azért, mert anarchista vagyok. Azért látom, hogy mindenki ózkodik, mindenki ózkodik attól, hogy esetleg nyernek. És egyébként egyetlen üzenet van, egyetlen általános üzenet van, csak az általános üzenet, az per pillanat, az úgynevezett ellenzék pártjai és az úgynevezett kormány pártjai között teljesen egyforma, vagy legalábbis nagyon hasonlít egymáshoz, az pedig a menekültellenesség, a xenofóbia. Erre lehet ma Magyarországon építeni, Orbán Viktornak ez bejött, szemmel láthatólag erre épített, és az ellenzék pedig, mivel valódi mondani valója, valódi programja, valódi víziója nincs, sőt, szerintem igazából még annyira nyerni sem akar, valójában elevickél ebben az egész történetben, hiszen ő a NER ellenzéke, szépen ehhez idomul, ehhez igazodik, felhasználja egyes részeit, igazából a kommunikációjának egy része az, hogy akkor ja Istenem, jönnek az ukránok, ja Istenem, jönnek a románok, a kommunikációjának egy más része pedig az, hogy de hát a Fidesz az behozza a migránsokat, mi majd nem, mert hogy látjuk, hogy ők behozzák, tehát az egész erre van kihegyezve. Ebben én teljesen egyetértek a Tamás Gáspár Miklós minapi publicisztikájával. Szeretek veled. Péter, ugye összecsúszta azt a 3 különböző dolgot is, az egyik, hogy nem veszed figyelembe, hogy az önkormányzati választásokon ez a fajta általános sikert hozó migráns ellenes politika sokkal kevésbé fog szerepet játszani. Nagyon nehéz lesz
játssza a szerepet. Nagyon nehéz lesz majd Karancskeszin, meg majd Őri Szentpéteren elmondani azt a fideszes... Ne lőd le a point. Viszont egy kanyarodjunk már oda vissza. Jó, minden itt akadnak őrültek, meg szervilisek is, ezt nem vonom kétségben, csak annyit akartam a Péternek mondani, hogy igaza van állapot leírásban nagyrészt minden, amit mond a visszamenőleg erre a 9 évre. De ebből nem következik az, hogy neked szemet kell hújni afelől, hogy nagyon sok minden megváltozott 2-3 hónap alatt, és egy évvel ezelőtt még hallani se akartak, ahogy a Sándor is mondta, elképzelhetetlen lehet volna akár nekünk is egymás mellett ülni. Sok ezren vannak még így az országban, akik átbillentek azon, hogy van a rendszer és van a rendszer ellenzéke. És a rendszer ellenzékének, hogy az jobbról jön, vagy balról jön, vagy középről jön, másodlagos szemponttá vált, és szerintem ez egy óriási lépés ebben az országban előre. Én sem a pártoktól várom ezt, hanem lassan a választók megtanítják a pártokkal ezt, hogy fontosabb a rendszer ellenzékének lenni, mint a te saját privát pártod sikere pont. Én igazából az ellentétes mozgást látom, hogy egyre többen jönnek rá, igen, helyesen, hogy aztán ennek mi lesz a végeredménye, azt nem tudjuk, valami biztos lesz, hogy a rendszer és a rendszer úgynevezett ellenzéke az a rendszer. Tehát, hogy itt ez a politikai elit, ez egy meglehetősen monolit, egymásra vannak utalva, mint a morlokok és az Eloik az időgépben. Tehát így... Én a nagyvárosi összefogásokban már nem ezt látom. Na de, kanyarodjunk egy kicsit oda-vissza, hogy... Annyira fontos, amit alatt mondott a rendszer és a rendszer ellenzéke. Igenis föl kell fogni ennek a korszaknak a legfontosabb kérdése, és bátran el kéne kezdeni mondani egyébként, hogy nem egyszerűen sima politikai kérdés a rendszer ellenzékének menni. Ezzel a rendszerrel szembe menni mindenféle politikai irányzattól, ha tetszik függetlenül, egyszerűen erkölcsi kérdés. Még akkor is, hogyha vannak, akik ebben a nervben valamilyen szinten integrálódtak. Muszáj, és a közönség és a választók is ebben az irányba terelik őket, hogy még nem látod azokat a szimpatikus arcokat, meg közben vannak, akik megbolondulnak, látod. Robi, na, így lesz. Akkor a kitermelődés. És akkor vissza Pörzséhez, ha akarjátok, hanem, mert hogy szerintem az engem nagyon érdekelne, hogy mit gondoltok arról, hogy mi történt a Momentummal. Nekem a Momentum egy ilyen feltűnő, valami, úgy feltűnő, hogy jöttek semmiből fiatal arcok, el is hittem nekik, nekem még voltak szimpatikus megmozdulásaik is, meg biztos lesznek is. És akkor mi ez a budapesti? Tehát én annyira kíváncsi lennék arra a elnökségi ülésre a Momentumnál, ahol ez megszületett. Onnan miért nem szivárok ki valami jó kis hangfelvétel, bár nekik egyelőre még nincs ilyen kis Bergszabolcsuk, de majd lesz nyilván. De hogy mi történt a Momentummal? Ez mi? Ez hogy illeszhető eddig? Ez miért tőlem válod? Hát mert te mondtad az előbb, hogy milyen nehéz a pár túllépni ezeken a izén. Hát szerintem a Momentum, de most a Momentum ki is nyírta a saját rajongóit. Mármint nem a saját rajongóit nyírtak, hanem ők maguk. Hát mert hogy lehet a DK-val? Hogy? Tehát ha Momentum, aki ugye három rendszerváltó párt van, mondom én, vagy ez volt a Jobbik, az LMP és a Momentum, az a három párt, aki nem vett részt az elmúlt, aki nem vett részt az elmúlt 20 év rohadásában, és mert ugye ha ezt a vonalat követjük, hogy Horn Gyula következménye volt Medgyessy Péter következménye volt Gyurcsány Ferenc, és Gyurcsány Ferenc következménye volt, óriási bűne van Orbán Viktorban, de óriási. Mert ha nem egy Gyurcsány Ferenc, és nem gyurcsányol ő a maga módján úgy össze mindent, amit már itt ezerszer megbeszéltünk, akkor Orbán Viktornak nincs kétharmada. Nincs NER, nincs ilyen felhatalmazás erre a őrületes álmokfutásra, amit csinálnak a közéletben és a gazdasági életben is. Nincs ebben nincs ekkora szerep, nem ekkora lehetősége, hogy így egymásnak ugrassza a magyarokat, mert még Gyurcsány Ferenc is tudta ennyire egymásnak ugrasztani a magyart, mint Orbán Viktor. Tehát oda akarok csak kiukadni, hogy lehet ebben az alakkal. Ez a három párt nem vett ebben részt, ugye, amit, ez a három párt, amit én mondtam. Tehát most nem értem akkor, hogy a Momentumosok, akiknek eddig a Momentum szimpatikus volt, meg azt mondták, hogy fiatalok, meg értelmesek, meg amiket mondtál, akkor most mit gondolnak? Nem tudom. Te most emlékszel arra, amit az előbb mondtál? Na, köttek egy, tessék. De tényleg? Na persze. Tehát most itt ezzel az egész Momentum izével kapcsolatban az a problémám, hogy úgy egyébként, akik most a válságot vizionálnak a Momentumon belül, kívülről, más pártról, egyébként helyi szinten, egy csomó helyen össze is álltak. Hát most én nem értem, miről beszél, a Jobbik is összeállt vidéken, jó néhány helyen, a legjobb tudomásom szerint, még nagyvárosban is, még a
közös jelöltjük van a DK-val. Székesfehérváron hogy van ez? Például meg Veszprémben hogy van ez? Lehet még a Momentum problémához, mert ugye a bevezetőben is. Szeretném, igen. De attól ez egy probléma, Sanyi. Én azt szeretném nektek mondani, hogy a Momentumban egy pillanatra, ha hajlandó az ember komolyan venni, akkor érthető az a meghasonlótság, amivel a 2019-es helyzethez viszonyulnak, mert nekik életbe vágóan fontos, hogy megméressék külön magukat a májusi választáson, mert úgy is tudja mindenki, az összes párt, hogy az ellenzék nem fog lambdába rúgni ezen a májusi választáson, viszont mindennél nagyobb mintán elkövetett közvélemény kutatási adatnak fogják föl, és a Momentum úgy véli, hogy ő az, aki leginkább rászorul arra, hogy lássa ország, világ, persze leginkább saját maguk, hogy lám, megütjük a komoly pártok szintjét, elérjük az 5%-ot, mert akkor ez az a legitimációs bázis, ami utána beleugathat később a nagyok játékába. Egyfelől értem ez a Momentum gondolkodását. Ez egy válasz, nem? Ezt értem. Még azt is értem, hogy kijátsszák a generációs kártyát, mert ők tényleg azt mondhatják, hogy itt se voltunk. Ez az egész, ami itt folyik, semmi közünk, de hát itt van egy 30 alatti magyar társadalom, majd még csecsemőkorától megért ezt az egészet. Lassan az ország lakosságának egyharmada leszünk. Miért kéne nekünk bárki mással közösködni? Még ezt is értem, de szemem előtt van, mert a születésétől láttam a Fidesz történetét, és egyszer már láttam ennek a tisztán született, ma született farkasoknak a tombolását, hogy azért ilyen szempontból egy kicsit meginok bennem ez a generációs tisztaság elmélet, hogy fiúk, tisztán születni nem nagy gond, felnőttnek maradni tisztá, az lesz majd az igazi kihívás. Igazából ez volt az a Momentum lényege, tehát egyetlen igen. Alapvető mondani valójuk volt az, hogy mi még nem voltunk, mi vagyunk a fiatalok, az újak. És tulajdonképpen ez a felnőtt pártok, ez a gond, hogy... Nem, amikor beszólítják őket, tehát ők eddig kint úgy csináltak, hogy ők kint kiabálnak mondjuk a pár székházak előtt, és azt mondják, hogy mi kívül vagyunk, ti ott bent, és akkor most valaki kinyitott az ajtót, és gyertek be! És hát akkor ők nem tudtak ennek ellenállni, most belemnek. Ez annyira édes különben, kísérteties utánérzéseim vannak a 89-90-91 körül zajló vitákról, amikor volt egy társadalom, amelyik hát a maga módján azért nagyon nem volt forradalmi hangulatban, de hát ugye Jaltában történt, ami történt, és megkaptuk ajándékban a rendszerváltást. És akkor olyan volt annak a társadalomnak a politikai színezete, amilyen, és mondjuk például a legszebbek mondjuk a szozdemek voltak, amikor itt sok kiabáló, ordító egér elmagyarázta, hogy ki honnan jött, meg hogy ő milyen tisztességes volt, meg rengeteg, senki nem volt kommunista, és a többi, és a többi. Hogy hol kapcsolódik ez a jelenhez? Ott, hogy azért a politikai térben a részt akarok venni, oda be kell lépni. Szerintem a Momentumnál az is egy nagyon fontos, egyrészt a pártpolitika csak részben nevelős, népnevelők gyülekezete, vagy narodnyikok gyülekezete. A választónak azért van egy hozott történet, neki is van története, előélménye, és vannak attitűdjei. Na most, ha politikai szintre lépsz, akkor be kell lépni a politikai térbe, muszáj betépni. Most a Momentum egyébként szerintem azzal lépett be, mert azért sokan akarják, téged kivéve, mert mindenkit utálsz, hogy legyen egy... Köszönöm. Na jó, van. Nincs is szemben, gyerekek. Na szóval csak azt akarok kinyögni, hogy ők ne legyenek most az együttműködés akadályai. Mert a rendszert le kell váltani. Tényleg minden ponton recsenteni kell. Nem most fog a rendszer leválni. Recsegtetni kell. Egyébként azért benne van, és ebben fontos, amit mondtál, hogy ne legyenek az együttműködés akadályai. Mert azért, hogy megnézzük, hogy most történik, hogy formálódik ez az együttműködés, amiről beszélünk, azért tényleg az történik, hogy a pártoknak megvan a maguk is bargénje, kijelölik most már, elkezdik szellőztetni, vagy kijelölni azt, hogy ki, hol, merre meddig, és így akárki, bármelyik politikai leosztásból, pártból, civilből, akármiből azt mondja, hogy hát ez nem biztos, hogy feltétlenül erről volt szó, hogy az összefogás azt jelenti, hogy ti leosztjátok a lapokat, az azonnal megkapja, hogy az Orbán szekerét tolja, azonnal megkapja, hogy az együttműködés gátja, mit én? A Momentum is megkapta, tehát én elég gyakran látom azt, hogy változik mondjuk a Nyugati Fény nevű DK sajtótermék, hogy szidja egy pillanatban a két farkú kutyát, aztán dicséri, a Momentumot, aztán dicséri, jó, a Puzsért dicséri nem szokták, őt csak szidják, tehát hogy pillanatokon belül mozog a potméter, hogy ki az együttműködés iszonyatos kerékkötője, a gátja az Orbáni beépített ügynök, az LMP többnyire, de ő sem mindig. Ugye vannak olyan pillanatok, amikor éppen összeállnak a fehér sapkás hölgyek, akkor még a Szél Bernadett is pozitív lehet ennek
a nagyon sajátos politikai vélemény terrornak, ami ezen a szinten megy. Úgyhogy itt igazából marha veszélyes is lenne a Momentumnak azt mondani, hogy hát basszus, hát mi eddig azt mondtuk, hogy ezekkel nem állunk össze, akkor nem állunk össze. Politikailag öngyilkosság lenne, viszont morálisan, amiről beszéltél, hogy ez egy morális kérdés, morálisan ez lenne az egyetlen vállalható dolog. Péter, de a te elemzésed megadta a két helyedre a választ is, mert nagyon helyesen mondtad, hogy egy mozgó erőtérről van szó, ami azt jelenti, hogy főleg egy kezdő pártnak, amik a legfiatalabb az egészben, még inkább kényszer mozgás az, hogy egy változó erőtérbe. Amikor megalakultak, akkor még szó nem jöhetett egy jobbik baloldal bármilyen szintű párbeszéd se, beszélgetés se. Ma meg már például ebben, hogy ez is alakul, ezt is nekik követni kell. Tehát én ilyen szempontból békülékenyebb vagyok a Momentumban, és valószínűleg az a 40 év, amit a felsőoktatásban eltöltöttem, hogy állandóan 18-25 évesekkel kellett töltenem a napjaim nagy részét, békülékenyebbé tett egy ilyen típusú hőzöngő, kívülálló, radikális, közvetlen demokráciát követelő magatartására, mert teljesen jogosnak érzem, hogy az a 30 alatti magyar társam, amelyik ráadásul tényleg ki volt rekesztve ezekből a simlikből, amit zajlott évtizedeken keresztül, duplán éli meg úgy, hogy százszor meggondolom, hogy mikor, kivel, miben fogok összefogni, én ezt az egészet szeretném előről kezdeni. Egyfelől én értem ezt a mentalitást, sok mindent el is tudok belőle fogadni, másfelől meg súlyosan látom a korlátjait, és ahányszor Momentumos vezetőkkel beszélgettem, nem mondom meg, hogy ki kell, ugye az volt, hogy miért akartok velünk beszélgetni, kérdeztük. Hát szeretnénk tanulni a tapasztalataitokból, akkor hagytuk, és akkor mondja, hogy hát az lenne a fontos, hogy tűnjetek el a francba mindahányan, ahogy ti így vagytok, és akkor hallgatom ezt egy óráig, és akkor mondom, drága, most a kettő közül melyik az érdekes, melyiket vegyem komolyan? Az, hogy azt mondtad, hogy szeretnéd, hogy mit tanultunk ebből az egészből, és mit tudok neked mondani, vagy az, hogy menjek a francba? A kettő között nem, a kettő között pont azért, nekem fura, hogy azt mondod a Momentumról, hogy hőzöngő, radikális, közvetlen demokráciát akarok. Nem a Momentumra, a generáció attitűdjére mondtam, amire támaszkodik a... Momentumnál ez érthető. Nem a Momentumra mondtam. Ők aztán az első pillanatok kezdve ilyen izék voltak, ilyen simulékony, szervilis, akik egyetlen mondani valójuk volt igazából az, hogy mi akarjuk ezeket leváltani, ezek tűnjenek el, de igazából ugyanazt akarjuk csinálni, mint ők. Ezt a másikat nem hangsúlyozták, de ez jött le belőle. Tehát a két attitűd sárba kiálltak és összegyűjtötték azt a majdnem 300 ezer szavazatot, amire mindenki azt mondta. Gyűjtötték össze, az egy nagy de ha ők nem kezdik el... Azt még én is gyűjtöttem. Tudom, de én is itt láttam ebben a városban, ha ők ezt nem kezdik el, és a legborzalmasabb körülmények között, ne tagadd el tőlük azt, hogy ők kezdeményezték. Nem, de az olimpia ellenes népszavazás nem ők kezdeményeztek. Az olimpia ellenes népszavazási civil kezdeményezés volt, amit a Momentum egyébként ügyesen rátelepedett. Nem is baj, mert nagyon sok szerepük volt abban, hogy sikeres volt. De azért ezt nem ők találták. Egyébként van programjuk is, és legalábbis tavaly még volt, és ez nem volt olyan rossz. A lehető leghosszabb a pártok között. Miért? Gyerekek, komolyan? Miért pont ne? De négy év alatt, tehát azért ha elosztad négy évvel, nem olyan sok. Na de akkor tényleg, akkor ugorjunk. Azt mondja, hogy bizonyos Bernard-Henri Lévy, jól mondtam? De én orosz tagozatos voltam. Francia filozófus, két órát beszélgetett Orbán Viktorral, és mondjuk szerintem jobb lett volna, hogyha mit tudom én, a tűzoltókkal, vagy a pedagógusokkal beszélget 120 percet Orbán Mihály Viktor. Azokat Kenny vágja. Egyébként ezt tudjátok, hogy mennyit keres egy kezdő pedagógus? Én ezt most tudtam meg hétvégén egy beszélgetésen. Tehát aki most kijön és elhelyezkedik egy budapesti iskolában, mennyit visz haza? No, mondjad. 130 ezer forint. Hát és mennyi egy albérlet? Az én lányom most végzett az orvosin, ő 7000 forinttal azt keres. Elképesztő. Na, szóval ez volt itt a demagóg betét. Kettő mondatát emelném ki a mi francia filozófusunknak. Hát nem fog meglepődni rajta, csak na mindegy, először kiemelem. Azt mondja, hogy Orbán teljesen meggyőzött, tényleg illiberális lett. Tényleg elhiszi azt, amit mond. Ez volt az egyik gondolat, a másik pedig így hangzik. A fiatal, harcosan liberális politikus halott. A fiatal 30 évvel ezelőtti Orbán bennünk, bennetek él, benne meghalt. Tehát beszéltünk már szerintem erről
ilyen masszívan összefoglalva, még így nem, hogy összetömörítve, hogy, de hogy ezt valaki így kívülről is ezt látja, ez engem azért így elgondolkodtató. Ez egy kár volt két órát beszélgetni. Hát ezt akartam mondani, ezért ide utazott. Hát megmondta, hogy megírtuk volna neki SMS-be. Jaj már. Hát most nem, ebben egyébként szerintem egyetlen ilyen félreértés van, de hát akkor is egyszer találkozott vele 30 éve, igen. Tehát hogy akkor ő egy lelkes idealistát látott, és ahhoz képest most lát egy tulajdonképpen egy lelkes idealistát, csak az idealizmusa változott meg. Ez szerint ugyanis az Orbán mindig hit abban, amit csinált. Szerintem ez egy félreértés. Az Orbán akkor is egy pragmatikus politikus volt, aki hogyha nem szűnik meg a KISZ, akkor előbb-utóbb a párt első titkára lett volna, de ugye a KISZ megszűnt, és az Orbán most is az. Lehet, hogy megőrült közben egyébként, én ezt megmondom őszintén, nem tudom megállapítani, szerintem az Orbán most már inkább egy metafora, mint egy valóságos lény, aki ebben dolgozik, de hogy akkor, tehát az a kiinduló pont, a lelkes ifjú, aki kizavarja az oroszokat, amit tudjuk, még az sem volt igaz, az Orbán Viktor nem létezett. Az Orbán Viktor azért él bennünk, mert az egy szerintem mítosz. Létezett. Nem létezett. És a mostani szerinted Orbán létezett? Viktor... Hát te aztán jobban tudod. Én 19 éves korában ismerkedtem meg vele először, és hosszú évekbe telt, mire megtanultam eligazodni abban, hogy ez a gyerek olyan, amilyen épp akar lenni. Én tulajdonképpen erről beszélek. Az Orbán viselkedésének számomra a legfontosabb metaforája az, amikor a 94-es választási vereség után sokáig nem vett részt a parlament munkájába. Később jött be, talán emlékszel, egyáltalán hozzá se szólt, és akkor még nem volt korona ott az aulában, és ott kint beszélgettem vele, ott voltak ilyen mozgó büfék, ha emlékszel, betolták. És az egyik mozgó büféni elment a lány pisilni, és szünet volt közben, és jöttek ott a kódorogtak a képviselők, és azt mondja Viktor, te álljunk be büfésnek. És abban a pillanatban nyitott ezt a csapajtot, beállt oda, és az összes képviselő, kisgazdák, szocialisták mind mentek oda, mert Viktor egy azaz egy másodperc alatt átalakult mozgó büfés, és mit parancsol a kedves vendégén ott az, igen, egy szendvics, egy kóla, minden. Ment egy 5 percig, egy döbbenetten néztem ezt a csávot, akkor ismertem már vagy 12-13 éve. De figyeljetek, megmondom, miért mondom ezt. Engem olyan mértékben megdöbbentett, és akkor értettem meg a politikai viselkedés, hogy ennek a fickónak óta akkor, szegény csaj, mire visszajött már, vagy 20 méteres sor volt, mindenki ezen röhögött, Viktor elszámolt, hogy volt 7 darab szendvics, 5 kóla, meg minden, és visszaalakult képviselővé. Mennyi lehetett a hiány? Akkor még nem volt. Azért mesélem el ezt nektek, mert akkor ezen rengeteget gondolkodtam, hogy rohadt életben, ezt a gyereket én ismerem már vagy 14 éve, és még mindig meg tud lepni, főleg azzal, ezzel a kaméleonsággal, hogy bármikor, bármilyen szerepet egy pillanat alatt elő tud tanárom. Adni, és ez nekem azóta átalakult politikai metaforává csak de szerintem ez csak azt mutatja, hogy van humora, de ez még... Én igazat adok egyébként. Annyira volt liberális annak idején, mint ennyire ma keresztény, és annyira sincs jelentősége, hogy hogy definiálja magát. Annak van jelentősége, hogy mit hisz, hogy éppen most mi az a nyerőkártya, amit el kell adni. Mi ebben a mi felelősségünk, visszakérdezek. Tehát mi ebben a mi felelősségünk választónak, aki ugye, mint egy szerelmes nőbe, hogy mit akarunk belelátni. Tehát mi mindent akartunk mi Orbán Viktorba belelátni. Én saját magamról is beszélek. Hát én annyi mindent láttam bele benne, hogy az valami hihetetlen. Jó, csak amit nem volt egyszerű ezt a sztorit elengedni. Az egy betegség, az Eligénél az egy betegség a Woody Allen filmben, hogy itt mindig azzá válik, akit tulajdonképpen akarnak tőle. Egy politikusnál ez működhet. De pont ezt akartam, hogy nem ez a politikai sikertitka? Politikai sikertitka. Ez azért olyan politikusi pályákat is ismerünk, nem egyet, ahol mondjuk a következetesség, az elfűség és a többé-kevésbé az önazonosság. Nem, jó, megfogtál. Sikernek legyen már legalább olyan ismérve, hogy nem teszi tönkre az országot. Például, tehát az, hogy mondjuk a hatalom csúcsán sétál valaki évtizedeken keresztül, az számomra nem siker, még csak nem is politikai teljesítmény. Amúgy persze egy eredmény, meg valami, egy zseni. Na. A többi, hát én nem szólnék hozzá, tehát én inkább kussolok. Magyarázatképpen csak annyit azért hagyd tegyek hozzá, hogy azt azért nem tagadom változatlanul, és nem is vonom vissza,
hogy őrült fontos volt azért a Gyurcsány rendszert is fölrúgni az a helyzet. Csak én abban reménykedtem őszintén szólva 94-től, vagy nem tudom valamikortól, hogy el fog ide jönni itt majd a Kánaán, mert most már mindenki lesz hatalomban, mindenki lesz ellenzékben, meg fogják tanulni, hogy egyébként a hatalmat el lehet veszíteni, és egyébként nem is olyan nagy tragédia, és akkor valami jó lesz, mert itten akkor már virágozni fog a demokrácia. Csak én azzal nem kalkuláltam, amire szerintem az Unióban is sokan nem, hogy jön egy pasi, aki egyébként ezt leszarja. Lehet még ehhez valamit hozzátenni? Engem nagyon zavar az, amikor ezt az újkori Orbán jelenséget, ugye egyrészt valakik fantasztikus sikernek tartják, mert azokkal vitatkoztál, másrészt meg csak a paranoia és a betegség keretei között hajlandók értelmezni. Engem az zavar egy jó ideje, hogy nagyon kevés elemző veszi a fáradtságot arra, hogy nézzenek, hogy a 2008-as válság után iszonyúan megváltozott a világ, és ennek a típusnak áll a zászló. Indiától, a Moditól, az új brazil elnökig, a Trump sikerétől kezdve, a Xi Jinping átalakulásáig, a Kaczynszkitől kezdve, sorra mindenütt jönnek az Erdogan, ez a 10 év, a válság utáni 10 év, ezt a fajta kétely nélküli csipola fajtát hozza világszerte mindenütt, és erre az Orbán elég hamar ráérzett. Tehát csak módjával tudom elfogadni azt, hogy mindent innen belülről magyarázunk meg. Az Orbán az első között vette észre az új időknek a stílusát, és iszonyúan föltalálta magát benne, és bizonyosokig alakítja is ezt a mintát. Nem véletlen, hogy magyar politikus 45 óta nem volt, akivel ennyit foglalkozik a világ sajtó, természetesen nem pozitív módon. Hányszor láttuk őt csak az elmúlt egy év is a Newsweek-től, az Economist színlapjántól, hány helyen, és hát olyan kontextusban, hogy kikkel láttuk együtt. Tehát csak azt szerettem volna nektek mondani, hogy 30 év alatt mindenki megváltozott, te is. Van ebben a változásban jó is, rossz is. Az Orbán változásában a rímes az, hogy a 2008 után helyét nem találó világ legrosszabb politikusi mintáinak alakítója, haszonélvezője, felhasználója, és ki tudja, meddig itt van a nyakunkon vele. Ez az igazi gond. Ezt egyébként az Ari Lévi is viszonylag tisztán látta, bár mondjuk nehéz nem látni. Ezen a vonalon mennék tovább, hogy képzeljétek el, akkor milyen nagy barban lenne Magyarország, hogyha ez az ember egyébként a sikert, bocsánat, a Sanyit megvédendő, ő politikai sikerre gondolt, tehát a siker meg a politikai siker nem ugyanaz szerintem. Oké, már most mint nekünk az embereknek. De egyébként ezen a vonalon képzeljétek el, mekkora barban lenne ez az ország, hogyha ez az ember még egy jó fazon lenne, normálisan öltözködne, tényleg tenne is valamit az országért. Mert tehetne, hát tehetne. Hát egy csomó mindent tudna csinálni, ha érdekelni, szerintem, de nem érdekli. Szerintem félérted a figurát. Például az öltözkedés, látszólag egy nagyon apró dolog, de szerintem ez fontos. Ő olyannak akar látszani, aki az emberek nagy része nem tud öltözkedni. TSZ elnöknek? Igen, mert az emberek nagy része számára a TSZ elnök az apa figura. Nem hiszem. Ő az, aki fitje. Amikor kimegy az EU-ba, nem akar TSZ elnöknek látszani, mert ott... Az más, az gondolja, hogy így néz ki. Csak az érdekli, hogy itthon a hívei lássák. Hogy erről mit gondol a portugál vagy a holland kollégája. Szerintem is nagyon más játszik, ez egy kitalált figura, minden ha ezt elfogadom, akkor sem vonom vissza. Én azt mondom, ha még egy jó fazon is lenne, még veszélyesebb lenne. Képzeld, még valamit csinált is volna. De most ez ilyen idézi, a fából vaskodik, azt mondta, hogy ha jó miniszterelnök lenne, akkor lenne legveszélyesebb, nem? Nem, hogy a piciben jobb lenne. Lehet-e jó miniszterelnök egy diktátor? Egyébként lehet, hogy lehetnek jó diktátorok, bár a történelem azért nem bővel kedik bennük, én nem hiszek a jó diktátorokba, de ez egy filozófiai kérdés. Viszont, hogy jó fazon, az egyik jó fazonsága pont ez a gesztus volt. Meg akartam mutatni, hogy milyen jó fazon ő. Ő szóba áll, elkávézgat az egyik kritikusával. Ugye minden második szökévben egyszer csinál ilyet, a TGM-et hívta meg utoljára, aki ugye érthető módon nem ment el. A kifele közvetített kép az, hogy ez egy jó, a hívei azt fogják ebből levonni, hogy Orbán Viktorral lehet beszélni, hogy én szeretném meghívni Orbán Viktor, a szerkesztő úr, nem tudom mit szól, a jövő héten üljön le velünk, szerintem a Magyar Hang szerkesztőség egy kávét is fizet, beszélgessen velünk, igen, meg itt az emberek. Sőt, akit lehet, azt még meg is fizet, lát Hegedű Zsuzsa, aki azóta aztán kivonta, az egyik legfőbb kritikusát megvásárolt a pénzért. De még egyébként hadd mondjak valamit, mert nagyon fontos, mert nehogy félreértsétek, amit mondtam.
ha valamit biztos, hogy meg akart jól csinálni, a múltkor erről beszéltünk, az a futball. És azt is annyira szarul csinálja, hogy az valami vérlázik. Most megint szerintem kezdünk belezuhanni abba, hogy minden rossz, és akkor azok a nézőink, akik ezt nem élik meg, úgy fognak ránk nézni, mint öt darab ufóra, hogy miről beszélnek ezek az emberek, miközben egy csomó minden hasznos dolog történik. Barátkozz meg ezzel a gondolattal. Oké, de én szeretnék híd lenni ebben a sanyarú magyar világban. Itt Sándor látszólag nem ugyanazt mondta, pedig összeköthető, és nagyon fontos dolog, hogy ez a siker abban mérhető, hogy harmadszor is egymás után megválasztják, ami példátlan Európában, és kétharmaddal, akkor ezt úgy kéne föltenni, és ott van neked igazad, hogy mit kezdett ezzel a kivételes felhatalmazással. Száz évben egyszer fordul elő, hogy valakiknek ilyen hihetetlen stabil a hatalmi hátterük. Ez a mérce, amivel meg kell nézni, hogy na is mit csináltatok az országgal. Egy ilyen kivételes hatalom lehetőségével mit csináltatok, és azt látjuk, hogy ezt a kivételes hatalmat elherdálták, apró pénzre váltották, őrültségekre fordították, és tulajdonképpen a mérce az a lehetőség szféra, amit nekik be kellett volna tölteni, katasztrofálisan használtak ki egy kivételesen szerencsés történelmi helyzetet, és ez szerintem csak a felelősség. Pont azért sikerült ezt biztosítaniuk, ezt a hosszú és még szemmel láthatólag nyúló időszakot, mert valahol felismertek egy olyan igazságot, amiről te is beszéltél egy kicsit, hogy nem feltétlenül strádákat kell építeni, meg az iskolát, meg hasonlókat, mert ez egy, hogy mondjam, a leglényegesebb dolog a propaganda, a leglényegesebb dolog az, hogy a sikert kommunikáljuk, a leglényegesebb dolog az, hogy szövegeljünk. A fene gondolta volna, hogy ez így működik, mert voltak erre rengeteg elméletünk, hogy ez mennyire működik, így Goebbelstől, McLaren keresztül, akármeddig. Csak hát most így működésében látjuk, hogy bizony minden propaganda, bizony minden kommunikáció, vagy ha nem is minden, de nagyon sok minden, és ugye csodálkozunk azon, hogy írdatlan a korrupció, meg hát tényleg szörnyű helyzetben van, ugye egészségügy, oktatás, amiket mindig elmondunk, mint a mantrát, pedig igaz. De szemben láthatólag ez nem áll arányban. Ha ők, most így feltételezzük megint azt, hogy ez a csávó, meg ez a garnitúra, mondjuk nem loptak volna csak fele ennyit, és valóban elvégeztek volna olyan feladatokat, amik egy államnak a feladatai, ahelyett, hogy olyan feladatokat végeztek el, ami egy szektának, egy propaganda szektának a feladatai, akkor valószínűleg nem lettek volna a politikai értelemben ennyire sikeresek. Előbb-utóbb megbuktak volna, mert ahol strádákat építenek, ott eltűnnek pénzek, ahol ez fontos, ott ez feltűnik, ahol fetszülnek az egészségügybe, ott működik, az állam működik, a demokrácia, ott ezek hozzák a szokásos problémákat. Ők nem, ők egyszerűen minden energiát és minden összeget a lopáson kívül abba fordítottak, hogy magyarázzák, ne is eltusolják, magyarázzák, megmagyarázzák, indokolják, pozitívnak állítsák be az ő tevékenységüket. Ez a minőségi változás szerint. Tehát, ami mondtál, itt is eltűnnek a pénzek, viszont nem épül stráda. Így van. Viszont sokat beszélünk. Na de. Most az unortodox reklámblokk, mert hogy lassan lejár az egyetlen hirdetőnknek a hirdetési etapja, ugye fél évre támogatott minket, és milyen jól tette, mert a végén beérett a vetés, mert hogy itt van az osztrák közmédia, itt forgat éppen, ezt is köszönhetjük Orbán Viktornak, tessék. Hát nem, hát egyébként mikor de egy német sponsorunk van. Mikor foglalkozna velünk Orbán Viktor? És én vagy az osztrák közmédia, hogy már nem lennék a helyzetben. És tényleg szebbek lettek. Na, és akkor ugye egyetlen német sponsorunk az most a Révbe ért, mert a német nyelvterületre is becsúszott a reklám. Szerintem ennél nagyobb sikert. De melyik műsor tud ilyet nyújtani, nem? Elképesztő. Péter, nagy sikered van. És az ARD-nek mondjuk már ezt el, hogyha ezt veszik. Hogy volt olyan reklámozónk, aki azért reklámozott. Én ezt már elmondtam. Elmondtad nekik? Csak nem volt szabad megnevezni, hogy ki az. Szóval, és a másik, hogy kaptunk egy adásnyi támogatást egy svájci közösségtől, meg hozzá egy üzenetet, ezt most fel fogom olvasni, az így szólt. Adományunkat sok szeretettel küldjük Zürichből a kötött fogás csapatának, és ezen keresztül minden magyarnak. Köszönjük szépen. Köszönjük. Úgyhogy plusz egy műsorral túléltük megint a halálunkat. No, vissza a sanyarú témákhoz. Csintalan Sándor mesélte a múltkor, hogy napokig nézted ugye a közmédiát, és hogy milyen drámai hatással volt rá. Na most én ezt megcsináltam kicsibe, mert hogy beleütköztem ebbe a migráns karavános sztoriba még az elején. És annyira lenyűgözött az egész, hogy elkezdtem figyelni folyamatosan, hogy alakul. És a közmédián napi 3-4-5-ször jelentkezett ebből a görög menekült tábor mellől, ahol pár száz ember
húzóckodott a rendőrök, és folyamatosan egy ilyen haditudósítás szerűen ment az, hogy most már mindjárt indul, amíg 40 ezer migráns fogja. A legutolsó hír, most ugye elcsendesedett a történet, de mi most is volt, most azt mondták, hogy bármelyik pillanatban újra szerveződhet a migráns karaván, amelyik el se indult. De most pont ma derült ki, mert hogy utána jártak a kollégák, hogy valószínűleg ilyen embercsempész bandák dobták be ezekbe a zárt Facebook csoportokba ott a menekülteknél, hogy meg fog nyílni egy napra a görög határ. És ezek a szerencsétlenek azt hitték, hogy lesz egy ilyen halleluja nap, és azért voltak ott, tényleg pár százan, tehát szó nem volt ilyen több ezes migráns karaváról, és a Muci nevű közmédiás emberke meg, mondjuk ezt is elmondhatta volna, nem? Hogy ezek itt mögöttem, akik itt most húzakodnak a könnygázos rendőrökkel, azok át vannak verve az embercsempészek által, és ők nem akarják elfoglalni Magyarországot. Na mindegy, szóval katasztrófa volt az egyik. Ez az egyik, hogy most akkor átmenjünk, tehát ez lesz olyan a kampánynak, a tényleg ez lesz a színvonala, mert ugye Gulyás Gergely meg a kormányinfón azt mondta, hogy felsejlik a lehetőség ennek a migráns karavánnak, tehát már át is vették, hát, ugye. Meg a Szijjártó is ez volt. Meg a Szijjártó, igen. Hát most már nem fogják tudni. A másik viszont tényleg akkor, akit már említettünk, ez a bajai cigány politikus, aki a következőket mondta, hogy a migránsok 90%-a terrorista, ez egy lakossági fórumon hangzott el, és leszúrnak az utcán, hogyha csúnyán nézel rájuk, vagy nem adsz cigit, mert nekik ez a kultúrájukban benne van, hogy ez meg van engedve nekik. És 10 fogják megerőszakolni a gyerekeket, hogyha nem fogsz meg 3 embert, és nem mentek el a Fideszre szavazni. Na most... Ez egy okos ember, látod? Egyből tudta, hogy mit kell mondani. Ez nagyon jó, egész... hogy amit visszamond a fickó, ja bocs. Nem, csak tényleg ez most már... Amit visszamond az űrge, azok ugyanazok, amik egyébként a sztereotípiaként a cigányokkal szemben élnek. Ugyanazok a leleimolnak cigire, és ha nem, azt leütnek. Mit én? Tehát reprodukálja kvázi annak a Fidesznek az érdekében, amely Fidesz, ugye akár csak, hogyha Bencsik András a cigány kultúráról való eszmefuttatásait nézzük a múlt műsorunkban, de hát egy csomó izé van. Gábor. Amit mondtam, csak Gábor. András. Bassz, nem baj, de nem haragudott a múltkor, se csak Gábor. Nem. Jó. Tehát, hogy azt a Fideszt védve, ami egyébként kvázi migránsoknak tekinti a cigányokat is, de még a narratíva is az, hogy a cigányoknak van kultúrája, a migránsok elveszik tőlük azt is, mint a magyaroktól elveszik a még kultúrát. A lejmulást. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, igazából félelmetes. Tehát valójában ennek a politikusnak, ha egy rendes cigány önkormányzati politikus lenne, akkor azt kellene mondania, hogy kérem szépen, itt a Fidesz akarja elvenni a cigányok kultúráját, ezek támadnak minket, hát ki látott már itt migráns, és mi a főérve? Láttátok a tévében, milyenek ezek a migránsok. És igen, itt a tévé, meg itt a pravdaipari média, ami nyomja ezeket a dolgokat, híreket tupíroz, hogyha kell, akkor máshonnan átvett képekkel illusztrálja őket, hogyha éppen nincsenek képek, kitalál valamit, migráns karaván, ugye ez is egy átvétel a trumpi retorikából, nem lenne most a karaván sajt vagy a karaván kávénak a forgalmazója, mert akkor most már ez is ilyen negatív konnotációt fog kapni, lehet, hogy konvoj kávé, vagy nem tudom, csak kitalálnak valamit. Tehát elképesztő, hogy a nyelvi játékok, meg ezek a narratívák egybeolvadnak, és kialakul belőlük, vagy kihasználják belőlük ezt az egész xenofób történetet, amire továbbra is építeni akarnak, és én nagyon remélem, és igazából én ezt sokkal veszélyesebbnek látom a Fideszre, meg erre az egész NER-re nézve, mint az ellenzéki összefogás, hogy ez előbb-utóbb kiürül. Tehát meddig lehet még ezt eljátszani? Én nem azt mondtam, hogy így lesz, én azt mondtam, hogy én ebbe bízom. Ja, igen, az más. Ja, hogy bízom. Van egy sokkal egyszerűbb magyarázat is erre, hogy megvan a Farkas Flórián cserejátékos. Tehát, hogyha le kell venni, akkor jelentkezett az, aki majd be tudja tölteni ezt a szerepet. A Hobo Bluesben, de a Kobasz Kutya film, hogy itt a régi dobos pont olyan, mint a... Itt az új dobos pont olyan, mint a régi dobos. A Farkas Flórián ennél azért ügyesebb. Annyit hagyj említsek, mert már szóba került. Először is ezek nem innovatív dolgok, tehát ez nem valami nagy találmány, amit művel mondjuk a politikai propaganda jelenállás szerint a szélsőjobbon különösképpen. Ennek vannak előzménye, az ember egy pici fáradtságot vesz magának, és utána néz, hogy a második világháború előtt a különböző nyelvi lelemények hogy alakultak, miféle retorikai emelek, használtak-e a fake news például. Egyébként maga a brit titkosszolgálat is használta a fake news-t annak idején, hamis térkép
népek reállásával, hogy Németország le akarja rohanni mondjuk az Egyesült Államokat, és a többi is. Tehát meg a kisebbségek, meg a faji megújulás, az etnikai konfliktus, stb. Használták, az eszközök mások voltak, de ugye beszéltünk a néprádióról, egyebekről. Tehát ebben az értelemben semmi új nincs a nap alatt, ez az egyik. Ha azt szeretném mondani a közönségnek, az én Pista barátom csak a szerepéből tesz föl buta kérdéseket, nehogy félreértés legyen. Ja, ő tehát, nem. Tehát ő magas, téged a csintalasán. Tehát nem arról van szó, hogy... Csak állna hívbár, nem úgy néz. Nem arról van szó, hogy meg van lepve. Hát aki vette a fáradtságot magának és elolvasta azt a 7 pontot, ami le van téve az asztalra. Ugye a hvg.hu-t ilyen szempontból most hagy ajánljam, mert darabra vették a fáradtságot, de emberek abban egy olyan állítás nincsen. Így van. Aminek bármiféle valóság alapja volna. De nem volna. Is az a dolga, hogy nem, valóság hát. Alapja hát, legyen. Hát. Ezt a Péter elmondta, hogy úgy látszik 2015 óta ez állandóan bejön, mi is rapálná magát valami mással. Egy dolog érdekli, a saját 2-2,5 milliós választóbázis egybetartása, ezért minden nap el kell újra mondani. A többi 7 millió le van szarva, az nem érdekes, az úgyis 6 fele szavaz. Tehát ez az egész bejön mindaddig, amíg egy szétszórt, széttagolt ellenfél garnitúra van vele, addig ennek a meglevő 2,5 milliónak minden nap, mint a napi enni-inni valót ugyanúgy kell ezt kitermelni, és hát néha visszaigazolják a jó lakottak. Bocsáss meg, Péter, bocsáss meg. Ez a narratíva megy a másik oldalon, és egyébként ezért fontos egyébként szerintem egy valami fontos ebben a 7 pontban, meg a plakátokban, amik most ellették a várost, ez már nem a Fidesz 7 pontja, és nem a Fidesz program, ez már Orbán Viktor. Itt a fordulat. És ez lényeges. Ez hogy átértünk a személyes politikára, eddig a Fidesz volt kormány, volt nemzeti jobboldali mité, és most már szemérmetlenül nyilvánvalóan magáévá tette az egészet, és ezért egyébként az ellenzék követni ez pedig... fogja, egyelőre csak a DK tudja követni, mert neki van arca, az arcot most már mindenhova kirakják, az arcot és arcnét, ők virítanak már minden DK-s plakáton, hogy hát szegény MSZP még ilyet nem tud csinálni, meg ki a franc tudja, ki az MSZP elnöke, meg ezek az anarchisták, komolyan mondom, szörnyűek ezek az anarchisták, mert nincs meg a lelki békéjük, hogy most az a szerencsétlen helyzet van, hogy bizonyos értelemben rendszer szinten politikailag egy platformon vagyunk kénytelenek levegőt szívni a Gyurcsánnyal. Maradjunk már egy picit annél a lényeges mondatnál, amit mondtál, hogy ez most az Orbán programja. Igen. És hogy ez a dolog azért is kurva fontos, mert amikor elmegyünk szavazni, azt a kérdést föl kell tennünk magunknak, hogy mi lesz a két választás után. És mondjuk ez legalább annyira üzenetértékű, mint a Pokol Bélának és a Stumpf Istvánnak a figyelős interjúja, ami annak idején áprilisban a választások után megjelent, ahol elmesélte a két igen tisztelt alkotmánybíró, hát hogy azért a főnöknek most már nagyobb buvát kéne adni, mert ő most már világpolitikai és európai politikai tényező, és bizony a következő napi rend, itt most arról is szavazunk, komolyan mondom, bár tévednék, de ez szinte kizárt, hogy közjogilag tovább betonozzák Orbán élethosszig tartó hatalmát. Ne vegyék be ezt a 2030-at. Mert egyébként, ha ebben nem lesz változás, neki fogunk menni a falra. Nagyon csúnyán neki fogunk menni a falra. És mindenki vérző orral és fejjel fog lepattanni. Egy fél mondat még, hogy ugye azt a finkensteini megállapítást turbózza és használja nem csak a Fidesz, most meg már Orbán Viktor, hogy ugye bebizonyosodott, hogy egy politikai kampányban ígéretek szintén az emberek sokkal, de sokkal jobban félnek az egzisztenciális félelemnél a fizikai félelemtől. Vagy fordítva, hogy mondjam? Jól mondtam, vagy fordítva mondtam? Hát attól függ, hogy azt mondani, ugye. Azt akarom mondani, hogy tehát egzisztenciális katasztrófával riogatni, az kevésbé félelmetes a választók számára, mint fizikai katasztrófával, vagy fizikai veszélyen riogatni. És ők ezt csinálják most már, és bejött, és akkor most még rátesznek egy lapáttal, úgy is, hogy most már gyakorlatilag három rendőr őrzi az egész déli határt, mert senki nem akar jönni. Igen, és a Mikás is ezt mondja. Azért én még tartok attól, hogy hátra van 6-7, még kitermelnek megint egy ilyen körúti robbantót, vagy hát különböző táborokban van egy két szerencsétlen afgán vagy srilankai, akinek felajánlják, hogy ezt vagy azt csinálja, aztán utólag jön rá, hogy átvágták
hozták, mert igen, azért sajnos itt ez mindig vizionális ez a görög. Nem csak sajnos vannak hasznos hülyék is, mert hogy ugye valami idióta Miskolcon meg egy fideszes aláírásgyűjtő hölgyet ütött le, tehát hogy meg két hétig az hát is, de mondjuk, Pista, visszakérde... Mérre? Tehát én is ezzel foglalkoznék. Miért kell ezt embercsempészeknek kitalálni? Nem csak ember, ezt ha a magyar kormánynak egy titkos embere kitalálja ezt a Facebook csoportot, ő is simán oda szervez 300. Nagyon jó, hogy de még ide a határhoz is. Azért, hogy a nemzetközi politikai tényező, a nemzetközi politika és bizonyos egyéb nagyon fontos szervezetek mennyire vannak benne, vagy mennyire nincsenek benne egyébként az úgynevezett embercsempészetben, mert ez nagyon jó lehet politikai eszközökre használni. Legalább ennyit engedjünk meg magunknak, hogy ez a kérdés léte. Ez föltehető ez a kérdés. Ez lenne a legfontosabb kérdés. Nem is értem évek óta, hogy azt miért nem firtatja minden politikai erő nemzetközi, nemzeti és minden szinte, hogy ki ezek az embercsempész hálók. Hát azért valahonnan Pakisztántól el kell jutni Macedóniáig, és... De firtatják, hát azt mondja, az Orbán gyors soros pénzzel. Ez valójában nem igaz. Az erő ki, hogy minden országban a rendőrségtől a határőrségig rendszeresen buknak le ilyen emberek, akik nem vannak fizetve ilyen zseppénzzel, hogy ez az egész egy baromi jól működő hálózat évek óta őrült nagy összegekkel. Néha megjelenik a világsajtóban egy-két ilyen riport, ami mutatja azt, hogy hát itt eszméletlen jól szervezett és óriási nagy profittal dolgozó hálózat vág át szerencsétlen nyomorult embereket, akiknek a világról nem sok képük van, de megetetik, hogy az utolsó $1000-odat ideadod, én elviszlek téged Svédországba. Az is lehet, hogy szerencsétlen... az is lehet, hogy nincs mögött a háttérhatalom, egyszerűen piaci alapon szervezett. Piaci, ezt mondom, piaci alapok, a lehető leglelketlenebb, leggonosz. Ez gyakorlatilag olyan, mint a 16. századi portugál rabszolgak kereskedők, akik fosztogatták a nyugat-afrikai partvidéket, és ellátták 200 évvel. Nem, mert itt ugye maguktól mennek az embercsempészek, ez az emberek, ez sokkal modernebb jelenség ennél. És ilyen szempontból egyébként tulajdonképpen parallel az állammal, mondjuk a magyar állammal, amelyik azt mondja, hogy elveszem az utolsó ingedet is, de ígérek neked valami mennyországot. Egyébként én bedomnám a helyükben azt is, hogy ezek a migráns karavánok, ezek már Magyarországra tartanak, nem Németországban, mert Németországban középkori állapotok vannak, és internet sincs. Ez a lehetőség, de jó, értelek benneteket, de akkor még egyszer nem értek egymást most. De az, hogy mondjuk miután ennek a népvándorlásnak politikai következményei van, kizártnak tartjuk, hogy mondjuk a politikai hatalom birtokában lévők maguk is ezt adott esetben eszközként használják föl, megkísérlik. Tehát, hogy az embercsempész, az pusztán piaci embercsempésze. És milyen érdekes, hogy most ezt az akciót éppen akkor történik, amikor az uniós kampány egyébként befordul a célegyenesbe. Tehát legalább csak a kérdés szintjén higgyétek már el, ezt akarom mondani, hogy nincs-e sok orosz nevű közöttük? De van nagyon sok, hogy például az egyes kormányok és egyáltalán a nemzetközi szervezetek, hogy miért nem érdekeltek abban, hogy minél többet lehessen tudni ezekről az embercsempész hálózatokról, azért az nagyon érdekes. Ugorjunk az utolsó kis kérdésünkre, én azt mondom. Tanár úr, nem tudom, tudja-e, hogy van egy ilyen nagyon rossz szokás, hogy felteszünk egy kérdést a végén, és erre frappáns vicceset kell röviden mondani. Ez az utolsó kérdés pedig abból szökkent szárba, igen, a jó öreg, mert hogy a Operaház 28 énekeséből 15 aláírta azt a papírt, amiben afroamerikainak vallották magukat, hogy a Porgy és Bess című előadásban így felléphessenek. Ugye a jogok birtokosai ezt kikötötték annak idején, hogy ilyen arányokban kell, és akkor itt most megvan a megfelelő arány. És arra gondoltam, hogy azt kérdezem meg tőletek, hogy ti milyen identitást vállalnátok magatokra a karrieretek érdekében, Sándor? Én annak is örülnék, ha a régi magyar identitásom visszatérne valamelyest. Hát annak több nézünk is, ahogy szoktam olvasni a kommentekben. Én most tanárul. Így hallottam ezt, aggódnék, hogy nehogy a Hunyadi Lászlót is majd műsorra tűzék, mert akkor mindenki le akarja fejeztetni magát, ki leszek ének. Jobb, nem jutott most eszembe, igen. Nem tudom, nekem az identitásom alapvető része, hogy a karrierem érdekében semmiféle attól eltérő identitást ne vállaljak, úgyhogy erre nem tudok válaszolni. A páromnak voltak mindenféle tipjei, nem tudok ezen vicceskedni. Vagyok, aki vagyok, az kész, nem akarok más lenni.
Köszönjük szépen. Hát, jó volt, remek volt, igen. És ezek után dobjam be. Mindig, és akkor mindig. Már fordít fogom kérdezni, hogy felfelé megy a hangulat, hogy lecsúszunk. Erényt kovácsolt belőle, hogy nem hajlandó gondolkozni az utolsó kérdésen, és erényt kovácsolt belőle. Látszik, hogy politikus volt, látod? Az emberek, akik társadalmi munkában nem akarnak viccesek lenni. Én vagyok az egyetlen fasz a gyerek. Én ezen nem viccelődök. Van ez a pénz, hogy poénosak vagyunk. Én azt írtam, hogy felcsút szurkoló, de most már mindegy is. Még mondtam volna hozzá dolgokat, de most már teljesen rossz lett. Ez se jó. Oké, köszönjük a figyelmet.